Hogy sikerült megnyernetek ezt a meccset? Eléggé izgalmas volt ezt kintről végignézni. Úgy sikerült, hogy az utolsó percig küzdöttünk, nem adtuk fel. Ugye a végéig mentünk az eredmény után. Sajnos abból a pár lehetőségből, ami a soroksának adódott, szinte mindegyikből gólt tudtak szerezni. Végig uraltuk a meccset, a kezünkben volt szerintem a, a játék, mi irányítottunk. Sajnos többször is kapituláltunk hátul. Ezen dolgozni kell, de a kulcs szerintem ma az volt, hogy az utolsó percig nem adtuk fel. Kicsit úgy tűnt, hogy a második félidőben, és főleg a 60. perc után változott meg a meccs képeit. Mi történt, szerinted? Én úgy érzékeltem belülről, hogy végig uh, miuraltak a játékot, ahogy előbb is mondtam. Talán az utolsó fél órában egy kicsit uh, rákapcsoltunk, mert uh, ugye ott is mentünk az eredmény után, és talán elkezdtünk hinni benne, hogy meg lehet, a for meg lehet fordítani a meccset. Megszerezted az első gólodat az MTK színeiben, mióta újra ideigazoltál, mit jelent ez számodra? Nagyon nagy öröm, újból bajnoki mérkőzésen gólt rúgni, legutóbb, előző szezon végén szereztem gólt, akkor még a Paksban, MB1-ben. Az érdemeimből nem volna semmit, hogy megpattan, de de azért meg, meg kell említeni, hogy szerencsés gólt. Szerdán a Város fogadjuk, tehát sok pihenőtök nincsen, hogyan készültek erre a találkozóra? gyorsan regenerálódunk, holnap ö, ezzel fog a nap, aztán kedden lesz egy meccs edzésünk, és szerintem az edző forgatni fog a csapaton, hogy friss játékosok játszanak szerdán.